Nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt az első YouTube videómban, ahol arról fogok beszélni nektek, hogy hogyan kezdjetek neki az ecsetfélces kaligráfiának. Bubán Brigitta vagyok, és ez itt a Prizány kaligráfiát mindenhova videója. Először is kezdjük azzal, hogy milyen eszközre lesz szükséged. Az ecsetfélceknek alapvetően több típusa van, két nagy csoportba osztjuk őket, vannak az úgynevezett kicsi és a nagy ecsetfélcek. Háromfajta kis ecsetfélcem van, és hát legalább kétfajta nagy ecsetfélcem van, bevallom, hogy nyilván sokkal több fajta van, de hogy lássátok, hogy mi a különbség, ezek bőven elégek arra, hogy bemutassam. Jó, nagy ecsetfélceknek mutatom. Nagy ecsetfélceknek sokkal nagyobb a hegye, mint a kis ecsetfélceknek. Tehát ez a nagy különbség, hogy kicsi ecsetfélceknek, majd egymás mellé rakjuk és összehasonlítjuk, látjuk kicsi ecsetfélceknek. Ekkora hegye van, nagy ecsetfélcek jóval jobban hasonlítanak a formájuk egy ecsetre. Milyen márkákat szoktam használni? Nekem egyébként kis ecsetfélcből a kedvencem ez a Tombow Fudenosuke, a nagy ecsetfélcekből pedig szeretem ezt a Pen 68 Brush-t, ez a Stabilo terméke, illetve Tombow AVT félceket is nagyon szeretem. Ecsetfélceknek ugye az az alapvető tulajdonsága, amit majd használni fogunk a betűkírásokkor, hogy az ecsetfélceknek egy rugalmas hegye van, amivel majd úgy fogunk játszani, hogy az ecsetfélceket rányomjuk a papírra, illetve nem nyomjuk rá, és ettől vékony és vastag vonalakat fogunk kivételezni. Na, de ne szaladjunk ennyire előre. Jó, bármelyik félced, ami van otthon, ecsetfélc, előveszed, és akkor együtt gyakorlunk, megmutatom, hogy mit szoktam egyrészt bemelegítésként használni, ami nagyon jó lesz arra, hogy bemutassam rajta az ecsetfélces kaligráfia alapjait. Ehhez mit fogok használni? A papír, nagyon fontos. Már hogy papírra írunk, az is fontos, de az még fontosabb, hogy milyen papírra. Fabiano márkát, ez egy ponthálós füzet, aminek így ki kell tépni a lapjait. Én nagy szeretem így egyenként használni. Oké. Okay. Egyrészt az ecsetfélcekkel kapcsolatban, ami a legfontosabb, hogy kifejezetten érzékeny az ecsetfélc arra, hogy hogyan tartod, hogy ér a papírhoz az ecsetfélc. Ez a legfontosabb dolog. Jó. A filc egyrészt körülbelül 45 fokos szögben ér a papírhoz. Ez azt jelenti, hogy ha nagyon távol fogod, az nem jó, mert hogy akkor lapos szögben ér a papírhoz, nem tudsz majd vékony vonalakat húzni, ha nagyon közel fogod, akkor pedig vastag vonalakat nem tudsz húzni, ezért kettő között van az üdvözítő megoldás, körülbelül 45 fokos szögben érjen a filc a papírhoz. Ez az egyik dolog, oké, a 45 fokos szög, a másik, meg is vagyom. A másik pedig, hogy hogyan rakod le a filcet a papírra. Jobb, hogyha a papírra, hogyha rányomod a filcet, akkor remélem látszik, egy ilyesmi cseppformát kell kapnod. Oké? Okay? Tehát, hogy a kézírásos kéztartásod az mondjuk ilyen, ha itt rányomod a filcet a papírra, akkor nekem például ilyen formát rajzol ki a filc. Oké? Okay? A filcet kicsit feljebb kell ezért pozícionálni, hogy egy ilyen vízszintes cseppformát kapjak. Oké? Okay. Tehát az a jó megoldás, hogyha az a jó kéztartás, hogyha a filc teste párhuzamos azzal a vonallal, amire majd írni szeretnénk. Jó egyenest. Oké. Okay. Na, ami még fontos, amivel bemelegítéssel kezdünk, nyugodtan ezt egy sima papíron is csinálhatjátok, vagy letölthetitek a honlapomról, brizány.hu oldalról, egy ilyen bemelegítő, egy ingyenes gyakorlólapot, és akkor ott is ugyanezeken a vonalakon megyek végig. Szóval, akár letöltöttétek azt a rekordot, akár nem, lehet egy sima papíron is kezdeni, de amivel mindig kezdem, és amit mindig elmondok, ugye az ecsetfélces kaligráfiának, vagy egyébként a kaligráfián több fajtájának is ugyanaz az alapja, hogy föntről lefelé húzzuk a vastag vonalakat. Ezében azt jelenti, hogy föntről lefelé a filcnek a végére nyomást helyezünk, és ettől szép vastag vonalakat fogunk tudni húzni. Tehát föntről lefelé mindig rányomod a filcet a papírra. Oké, okay. Lentről fölfelé pedig alig érsz hozzá, és vékony vonalakat húzol. Oké, okay. Föntről le vastag, lentről föl, vékony vonalak. Oké, okay. Ez lesz az alapja mindennek. Már csak a sia kézírásodat megvalósítod azzal, hogy kicsit rányomod föntről lefelé menő vonásoknál a filcet, akkor már is nagyon érdekes lesz, és nagyon szép. Szóval, egyrészt, ez az egyik alapszabály, ez az első és a legfontosabb alapszabály, hogy mikor nyomjuk rá a filcet a papírra. Oké. Okay. Mit jelent ez egy szövegírás? Akkor például azt írom, hogy
szép napot. Mindig akkor nyomom meg a filcet, amikor lefelé menő vonásokat húzok. Lefelé lenyomom, fölfelé nem nyomom rá. Lefelé lenyomom, fölfelé nem nyomom rá. Föntről le mindig rányomod, lentről föl pedig nem. Oké. Nyilván azért látjátok, hogy ez amit ide írtam, ez a betű stílus, ez nem olyan, mint a kézírásom, egyébként a kézírásom elég ronda, úgyhogy ne izguljon az, akinek hozzám hasonlóan a ronda kézírása, mert hogy a kalligráfiának az égvilágon semmi köze nincsen a kézíráshoz. Teljesen más a célja, a kalligráfiának az a célja, hogy minél precízebb és minél szebb betűket írjuk. Jó, úgyhogy akinek azt mondják, hogy hú, nagyon csúnya a kézírása, ne aggódjon, attól még a kalligráfia mehet neki. Jó. Na, oké. Tehát, hogyan kezdjünk neki? Egyrészt használok más szint is, hogy jobban meg tudjuk különböztetni. Vannak stabilos ecsetfilceim, legyen ez a következő. Szóval ugye megbeszéltük az első, hogy föntről lefelé lenyomod, lentről fölfelé pedig nem nyomod rá. Oké, de mikor akkor anyag például, amikor oldalra menő vonalakat húzunk, a kép mutatok például egy hullámvonal föl, vékony, lefelé, vastag, föl, vékony, átmenet, le, vastag, átmenet. Okay. Tehát amikor például oldalra irányuló vonalakat is húzunk, akkor ugye azok vékonyak, de vannak átmenetek, tehát nem csak vékony és vastag vonalak vannak így fixen, hanem vannak olyanok, amikor elkezded felemelni a filcet, mert akkor elkezded rányomni a filcet. Okay. Ezek a pontok azok. Jó, egy oválisnál. Nagyon nyomod és elkezded felengedni. Egy oválisnál is itt, és itt vannak átmenetek. Okay. Tehát arra is kell figyelnünk, hogy nem csak a vonalvezetés, ugye, más, mint egy kézírásban, mikor kezded el rányomni a filcet. Ha azt csinálnád, hogy felvékony és nagyon nyomod, akkor nem lesz szép átmenet nélküli a vonal, így vagy elkezdi nagyon, akkor ilyen rés keletkezik, tehát egyik sem jó. Okay? Tehát nem csak arról van szó, hogy vékony, vastag vonalakat húzunk, hanem vannak átmenetek is. Oké. Okay. Mutatok egy másik lapon különböző betűstílusokat. Okay, mégis, hogyan néz ki, ehhez használok vonalzót, ceruzát, meghúzok egy pár segédvonalat, és megmutatom, hogy hogyan néz ki egy szöveg írása. Okay. Ezen a Fabriano füzetben minden harmadik sorra húzok egy vonal. Okay. Összesen 4 segédvonalat fogok húzni. Okay. Jó, és akkor írjunk egy szöveget. Például írjuk azt, hogy alkotás. Oké. Az első szavunk, mutatom A betű. Egyik betűstílus, igazából a modern kalligráfiában rengeteg lehetőség van arra, hogy kísérleted és saját magadat, a saját stílusodat belevitt. De nyilván ugye, aki még soha nem próbálta, annak most itt teljesen meg van lőve, hogy oké, de most mit csináljak? Tehát persze, hogy van egy saját kézírásom, de mégis hogyan kezdjek neki? Szóval az egyik fajta lehetőség, amikor teljesen egyenes betűket írok. A vékony, le vastag, és az egyenes betűket úgy értem, hogy a vastag vonalaknak, ha behúznám a tengelyét, ezek tökéletesen függőlegesek. Oké? Kész is van. Másik lehetőség, megint ugyanúgy meghúzom a segédvonalakat. Ugye, mivel ez egy olyan szöveg, ahol nincsenek lefelé nyúló szárak, végülis teljesen felesleges volt az alsó segédvonalat meghúzni, de mindegy. Inkább behúzom mindet. Jó, következő. Lehetőség, ugye az előbb mondtam, hogy teljesen egyenesen megírtam, egyenesek voltak a vastagonak. Következő lehetőség az, amikor kicsit dölt betűket írunk. Jó, ehhez is szoktam azért segédvonalakat húzni, mert azért könnyen. Itt a dőlésszöggel is lehet játszani, hogy mennyire döntjük be. Ez az a lényeg, hogy nagyjából párhuzamos.
döntött vonalakat behúzok. Meg is mutatom, hogy miért teszem ezt. Ugyanis ezek a vonalak lesznek azok, ezek a ferde vonalak, amiket követnem kell a vastag vonalaimmal. Ugye itt a vastag vonalak egy ilyen tökéletesen függőleges szögben állnak. Most pedig megpróbálom őket megdönteni. Jó, látszik is a különbség, függőlegesen írtam. Ezeket pedig ezt a vastag vonalakkal, ezt a dőlésszöget próbáltam folyamatosan tartani. Oké, még egy lehetőség, hogyha szeretnénk egy kis játékot csempészni, játékosságot mondjuk úgy a betűinkben, akkor pedig az úgynevezett bouncing letörzve és ugráló betűk stílust követem. A bouncing letörzve az azt jelenti, hogy ugye eddig itt van egy szép kis alapvonalunk, eddig mindig az alapvonalra írtam, és minden betűt szépen visszafordítottam az alapvonalon, és nem, semmi nem ment az alapvonal alá. Mivel lehet itt játszani? A betű. A. Oké, itt az első vonalat lejjebb húztam, mint az alapvonal. Kicsit lejjebb húztam. Ezt meg sokkal lejjebb húzom. Vannak olyan betűk, ezt meg egy kicsit lejjebb. Jó, aláhúzom valami olyan szín, amit látszik. Szóval itt avval játszottam, hogy ezt a vonást lejjebb húztam, ez sokkal lejjebb, ezt is sokkal lejjebb, ez kicsit lejjebb, mint az alapvonal. Oké, és ettől lett ilyen játékos a szövegnek a megjelenése. Jó, mindig megvan az, hogy mik azok a betűk, amiket lehet lefelé ugráltatni. Például ugye az O betűt az egyértelmű, hogy nem lehet lejjebb húzni, viszont mondjuk az A betűnek a második vonását lejjebb lehet. Oké, K betűnek a második vonását szintén lejjebb lehet húzni, az L betűt is lehet lefelé ugráltatni. Ugye avval, amivel játszottunk eddig az, hogy a dőlésző, az, hogy valamelyik vonásokat lejjebb húztam, most pedig abban fog játszani, hogy magát a betű közt fogom megnövelni. Oké. Egyébként általános jó tanács, hogy a betű közt azt mindig megtartjuk egy szón belül ugyanakkorának. Oké? A betű köz alatt azt értem, hogy az A és az L betű között ugyanannyi távolság van, tehát az L és a K között, K és az O között. Oké? Tehát ezt megnézzük, nem kell centivel kimérni, de hogy így a számértékeddel próbáld azt tartani, hogy ne legyen az, hogy az egyik betű sokkal közelebb van, mint a másik. Egy kezdőtámaszt is. Jól néz ki. Aha, és mit csinálok? Jól megnövelem a betű közt. Úgy megnöveltem, hogy ki se fél. Ugyanaz a szó. Négyszer négyféle különböző stílusban. Remélem tetszett ez a videó. Kipróbáljátok ezeket az ecsetfélces kaligráfia típusokat, amiket mutattam nektek, betűtípusokat, és remélem, hogy velem tartottak a következő videóban is. Hogyha van kedvetek gyakorolni, akkor egyrészt a honlapomon is találtok munkafüzeteket, www.brizány.hu, illetve csatlakozzatok a Facebook csoportomhoz, annak az a neve, hogy lássuk a betűket, a leírásban majd benne lesz hozzá a link is, ahol mindig találtok inspirációt, illetve kihívást is, hogyha van kedvetek gyakorolni. Sziasztok!